és ti meg csak szivárjatok be, ahogy spontán. Jó estét kívánunk mindenkinek, ez a Phonic Chat Workshop második adása, és azzal szenzációs hírrel tudunk szolgálni, hogy Mohai Tamás lesz a workshopnak a vezetője a mai napon. Az ő dalaiból fogunk hallani két itt helyben élőben elhangzó feldolgozást. Gyertek, üljetek le, légy szíves a szedbe, hadd mutassalak be benneteket. Mohai Tamás szólógitáron, ének és ének, persze. Horváth Janó lesz a billentyűknél, Kis G. Laci, aki egyben a projektünknek a művészeti vezetője is, basszusgitározni fog, és Mohai Szabolcs, aki Tamás unokaöccse is egyben, és akinek az egész mai programunkat köszönhetjük, ő lesz ma a doboknál. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, és hát valószínűleg a nézőknek nem kell Tamás bemutatnunk, hiszen egy élő legendával van dolgunk, és ezt is a pályafutását a Faxni zenekar alapításával kezdte még a 90-es évek elején. 80-as évek elején. Bocsáss meg. De még akkor nem éltem. Hát, köszi. És az első dal, amit csinálunk, ha beleszólhatok, ez most derült ki, mikor nézegettem a stáblistán a születési évszámokat, akkor kiderült, hogy a Janó 87-ben született, amikor az első dal született. Igen, én akkor már 22 éves, majdnem 22 éves zenész voltam, és ez már a 100. számom volt, vagy nem tudom, hanyadik. Ez lehet, hogy nem derül ki, de mindegy. A Mellettem, mögöttem című számról van szó, és én csak azt szeretném megkérdezni ezzel kapcsolatban, hogy elég... Ja, és még valami, az is ide vág, és az volt, hogy akkoriban zongorán írtam számokat, mert a gitárt már untam, de nem azért, mert tudtam rajta játszani, hanem azért, mert már azon már próbáltam legalább 4 tucat művet alkotni, 78-tól, mit tudom, 87-ig, és akkor már korábban is elkezdtem ezt, hogy a 10. történet Faxni lemeznek több nótája zongorán íródott. Például a Nehéz, de könnyű is, vagy a érdekes módon még a Budapest felé késnek a vonatok is. Igen, akkor így. De most maradjunk a Mellettem, mögöttem, tehát Janó születésének évében született a dal is, és zongorán írtam ráadásul. Azt a mindenit. Nincsenek véletlenek. Úgy tűnik, hogy így utólag nincsenek. Azt hadd kérdezem még meg, hogy a mai alkalomra miért ezt választottad? Van ennek valami különleges apropója? Bizonyos dalok megmaradtak, a mai napig játszom őket, és hát most erre a legrosszabb válasz az, hogy azért, mert jó. Okay, hát akkor... meg úgy éreztem, hogy ebben a csapattal, ezekkel a kiváló kollégákkal ebbe így bele szagolhatunk. És hogy akkor Kis G. László bassgitáros zenész kollégáról is megemlékezünk. Mi 87-ben már játszottunk együtt Szabolcs édesapjával, aki dobolt, Győző, és a Laci és én trióba, Izaura Jazz Rock trió néven. Ez akkor ment a sorozat, és így sikerült magunkat eladni az országban. Lucilia Santos. Lucilia Santos volt a főszereplő, brazil lányról. Megvan nekem az Izaura. Akkor átadom nektek a terepet, és még egyszer köszönjük, hogy eljöttetek. A nézőket pedig bátorítjuk, hogy ne csak nézzenek, hanem kommentben kérdezzenek is a jelenlévő zenészektől. Tegyünk egy próbálkozást akár? Próbát, most csak a groove-tól. Jó. Nem? Vagy már egyből? Nem, lehet, legyen csak a groove. Nem akarok mindent elsütni előre. Jó. Még annyit a whitefülű hallgatóknak, nézőknek, hogy a idő múlásával a kevés hangterjedelem lejjebb ment, tehát
az a kevés is, úgyhogy most egy kvárttal lejjebb játsszuk a számot, mint 1989-ben a 10. történetem. Lekvárt. Lekvárt, Game over. Ez a game all over. Tehát ez... Landolt a ház előtt, arra gondoltam, hogy felszállhatnék. Talán ha közelebb lépnél, az egészből többet értennél. Itt állnak a háttérben, arra gondoltam, én is szólhatnék. Talán, ha közelebb lépnél, az egészből többet értenél. Ó, nem áll mellettem még senki, mögöttem meg már nem. Thank you.
számolom már régen, nem számolom már régen, nem számolom már régen, nem számolom már régen, nem számolom már régen. Az elsőre, ne hazudjunk, másodikra. Tehát... Csak megint nem tudtam beszállni itt a... Ja, én is zavarba vagyok, mert... Jól szálltam be az elején? Az mondjam, hogy igen? Az a jó, hogy... Ne, valószínűleg nem, de én sem, megmondom őszintén, én sem tudom, hogy ott mi van. Segítesz nekünk? Szabít? Nézzünk egy ilyen kezdést? Egy kezdés, egy olyan kezdést nézzünk, amiben... Amiben be tudtok szállni, jó? Rajtad kívül még, mert nem egyébként. Jó volt, csak valami ott. Esetleg, ha beszámolna. Lehet, hogy felütésre játszottam, amit kettőre kellett volna. A kettőről szerintem lehet, hogy kihagytam az elején a nagy dobot, és azzal igen, sikerült igen, meg szivatnom titeket. Elfutottunk valahol. Igen. De elkezdtük aztán, tehát, és igen. Onnantól jónak tűnt. És de agyilag tudtam, hogy ne. Hogy is van ez valójában? 27 nézők van. Aha. A one. Helikopter landolt a ház előtt. Arra gondoltam, hogy felszállhatnék. Talán, ha közelebb lépnél, az egészből többet értenél. Itt állnak a háttérben. Arra gondoltam, én is szólhatnék. Talán, ha közelebb lépnél, az egészből többet értenél. Ó, nem áll mellettem még senki. Mögöttem meg már nem. Nem számolom már. Thank you.
annál többen. Nem számolom már. Nem áll mellettem még senki. Mögöttem meg már nem. Előttem persze annál többen. Szokták mondani, hogy a Stenk ne menjen a zene elmélet rovására. Hát nekem néha ráment. Szerintem az sose baj. Főleg a zenére figyelünk a zenére. Egy picit hadd mondjam el, hogy köszöntjük Karva Gabriellát, Vörös Viktort az adásban, Rosvölgyi Balást, és Perjési Józsefet, és ezen kívül nagyon jó, 29, ebben a pillanatban 29-en nézik az adást. Óriási. Wow. Úgyhogy sziasztok. Üzennek nektek, hogy hajrá, meg hogy nagyon állatúszol, meg megkérdezték, hogy ez a dinnyési kastély színház. Kever. Igen, ez egy régi trükk, hogy bemondani a hangtechnikus rögtön az elején. Azért szól ilyen jól, mert... Igen, csak mindenki egy gomba keverőpulton, azt szokták mondani, de ez nem igaz. Ne áruljuk el, hogy mit csinálunk itt valójában. Bocs. Nem állom meg, hogy megkérdezem azért a dalszövegnek a mikéntjét is, mert én elfusarált irodalmár belkekből jövök, és azt gondolom, hogy azért ez egy tök lájtos kis groove, meg minden, de közben azért ez egy időtálló szöveg. Ez a másik, végül is válaszolsz a korábban feltett kérdésedre, hogy miért ez a dal, mert például, a szöveg is. Tehát nem minden szám játszható el ma, de ez például igen. És az döbbenetes, hogy nem a szokásos duma, hogy most is az van, egyébként az van, de ez nem azért döbbenetes számomra, hanem az, hogy ezt 20 éves koromban így éreztem a refrént, és most is így érzem. Tehát személyesen is, hát lehet, hogy objektíve is, illetve hát divat ezt mondani, hogy semmi sem változott, ez nem igaz, mert minden pillanatban változik minden, csak... Hát inkább talán újra kontextualizálódik a dolog. Igen, azt hiszem, hogy fején találtad. Bocsánat, innen a keverőpult mögül egy kommentelőn kérdezi, hogy hol az egy. És hogy nem számolja már régen, úgyhogy csak ez most érdekes. Remek.
Az egy a pergőn van. Egy, ké, há, és. Ez jó. Két, há, és. Igen, ott már ott a felütésben van. Nem, tök jó. Most már tudtam. Na, most viszont nehezítsük meg a mi dolgunkat is, nem csak a kedves hallgatók, nézők dolgát is. Ez az egész egy dobszólóból induljon. Jó. Amiből jön a groove. Hát, ha elveszítjük megint. Vagy újra megtaláljunk. Landolt a ház előtt, arra gondoltam, hogy felszállhatnék. Talán, ha közelebb lépnél, az egészből többet miért tennél? Itt állnak a háttérben, arra gondoltam, én is szólhatnék. Talán, ha közelebb lépnél, az egészből többet értenél. Meg már nem.
Sok zenekarban megfordultam? Igen, ott a... Melyik? Második refrén után... Ott én jöttem vissza rosszul, mert elvesztettem a fonalat érdekes módon. Én azt hittem, hogy én voltam rossz helyen, vagy nem? Nem. Én nem tudtam, hogy ott mi történik, de most végül is... Ennél már volt kétszer már jó volt az, ami most rossz volt. Hát... Viszont most volt, ami rossz volt, és jó volt. Jó lett. Igen. Mondjuk az eleje is a... Az élő zene varázsa, gyerekem. Perjési József azt üzeni Szabolcs, hogy üdvözöl a tanítványod. Ha, én is üdvözlöm őket. És hogy először lát élő koncerten. Na. Már mennyire ez... ez nem rajta múlva. Élő. Kétségkívül. A legbiztonságosabb élő. Session. Akkor Körös Viktor, üdvözlöm Szabolcsot és Kis G. Lacit, biztos mindenki mást is. Nem számolom már régen, valaki csak ennyit írt. Social Justice Warrior, visszanézhető lesz majd a kollab. Mindenkitől, ja igen. És még egy, Marosvölgyi Balázs. De jó összefutni régi spanokkal. Hárkály is életben van még. Hárkály. Biztos, ti biztos értitek. Értjük. Igen. Hárkály is egy muzsikus társ. Igen. Tehetséges. Basszusgitáros, nagyon jó basszusgitáros. Nagyon jó. És hát nagyon pörögnek itt a nézőszámok, meg a kommentek, úgyhogy... Érjük rá a másik nótára. Úgyhogy nem vagytok egyedül ebben, hanem van ennek nézőközönsége is. Azt próbáljuk. Azért ülök ide be, és mondom el, hogy azért tudjátok, hogy ezt követik sokan. Ezt örömmel halljuk. Hát jó, ha nem nézni senki ezt. Hát sokkal jobb. Azt nem tudom megmondani most ebben a pillanatban, de majd biztos, majd mindjárt majd megkérdezem. Megpróbálkozunk a másik nóttával? Számolom már réges rég. Még számoljuk? Már nem számoljuk. Már nem. Átmegyünk a másik nóttával. Végén még eljátsszuk majd egyszer, vagy? Az is lehet. És akkor most bekezdünk a másikkal, mondjuk. És akkor áruljuk lehet el, hogy ezt tényleg most játsszuk először, mert erre nem maradt ide a beálláson, és most gyakorlatilag mondjuk Szabolcsal már játszottuk ezt, egy hónapja ezt a számot. Igen. De például Lacival és Janóval még sose. De hát nem a világ legnehezebb száma szerencsére. Elárulod, hogy melyik számról van szó? Hazafelé éppen az a címe. De az is lehetne, hogy hazafelé éppen. Tehát... ezt 2 éve fabrikáltam, vagy 3 éve. Próbáljuk. Okay. Jó, már mondjuk hallottátok a száma, a demóját, gyakorlatilag egy dob és basszus nélküli
felvétel, szerkezet az az, az lenne. Ugorjunk bele. Jó. Izgalmas lesz. Hogy azt mondja? Jártam már fent, és jártam már lent, jártam már hátul, és jártam már bent. Ó, igen! Ó, igen! S mindenhol jó, de legjobb út közben. Hazafelé éppen, jártam már kint, és jártam már veled. Jártam már el, és jártam már meg. Ó, igen! Ó, igen! S mindenhol jó, de legjobb út közben. S mindenhol jó, de legjobb út közben. Hazafelé éppen. Yeah! Hazafelé éppen. Jártam már itt, és voltam már fent. Jártam már elől, de győzött a rend. Ó, igen! Ó, igen! S mindenhol jó, de legjobb út közben. S mindenhol jó, de legjobb út. S mindenhol jó, de legjobb út közben. Hazafelé éppen, hó, hazafelé éppen, jó, hazafelé éppen. Csak izé van. Jaj. És itt. És hat van. És háromban vagyunk itt. Igen, igen, igen. Yeah. És ott, amikor felmegyünk negyedik fokra. Az az ötödik ütem, ugye? A 6-8-osból vagy. Nem, amikor az ének van, tehát verze van. Jaj, jaj, jaj. Igen, igen. A szóló az más, ott tök jó, hogy rávezetsz kromatikusan. Ott nekem jó lenne az, hogy... Béla bácsi. Ja, bocsánat. Ász, ugye? Ász. Ászszal megyünk G-re. Az jó, ha fogok bele kereszt 11-et, ugye? Én is fogok. Jaj, fogok bele egy tercet, egy 6-os, meg egy 11 kereszt. Á, ez már á? Ja. Ebben megyünk ára. Játszunk egy üres verzét. Oké. Okay. Okay.
itt van az a 6, itt is van 6-8-ad. Az két ütem. Amikor ének van, akkor itt mindig van 6-8-ad. Az neked... És az is egy ütem, csak nem kettő. Amikor visszamegy első fokra. Jártam már kint, és jártam már veled. Jártam már el, és jártam már meg. Ó, igen! És mindenhol jó, de legjobb út közben. Még egyszer megnézzünk? Még egyszer nézzük. Két, hát, és... Jártam már majd, és voltam már lent. Jártam már hátul, és jártam már bent. Ó, igen! Ó, igen! S mindenhol jó, de legjobb út közben. Hazafelé én fent. És 6-8-ad mindig hazafelé éppen az énekesek végén. És itt mi első verszakban voltunk, egyszer megy csak az 5-4. Másodikban kétszer, harmadikban háromszor. Hát ez pár éve készült, már itt már sokkal zenész barátabb a hangszerelés és a szerkezete. És hát nem beszélve arra, hogy én sem tudok már ennél bonyolultabb dolgokat. És egy kérdés csak, mi lenne, hogy ott itt a téma végén, hogy hazafelé, tüm, azt nem kell uniszónóban játszanatok, mondjuk, az lehet, hogy jól szólna. Nagyon jó, hogyha egyenes vagy. Mármint ugyan... Hogy te nem mozogsz, csak mi mozgunk. Igen. Bocsánat, a gitára tudsz adni nekem? Most már halkabb a hangszínem is. Nekem is kéne gitárba egy kicsit több. Nekem is jöhetne egy kicsit több. Halkabb most ez a hangszín. És ez a kör végén van, ugye? A két 6-8-ados vagy 3-4-es álló, vagy D. Ugye ott, amikor az ötödik fok után lejövünk. Igen. Ott mindig 6-8-ad van. Jó, és ott van ez a riff is. Ez a... Vagy nem? De. Jó. És ez is úgy van, hogy ez a E is azt hiszem úgy van, hogy aminek a végén hogy az elsőben csak egyszer van, a másodikban már kétszer, és a harmadikban meg... Ott már elindult. Ott már elindult a gitár szóló felé. Ott már négyszer plusz, enszer. Mindegy, jussunk el. Menjünk előről? Előről okay. Talán? Nagy Ábel Márton mondja, hogy szia. Üdvözöl téged Bécsből. Nagy Ábel Márton. Igen. Szia Ábel. Kecskemétről, hogy... Budáról néznek, Bajáról, Kápolnásnyékről, Lovasberényből, tehát egy csomó mindenki. Wow. Obi-Wan azt üzeni, hogy üdvözletem, ez azt hiszem zene. Yeah. Illetve, bocsánat, volt még egy olyan komment, hogy Quint vagyok, egy terc és ott leszek. Van egy-két tippem, tiszta hogy ki lehetett. Tiszta kvárt lett a pólom. Illetve több tippem is. Ez lehet, hogy hozzám járt, én szoktam ilyen. Biztos. Szerintem akkor nézhetjük előről, hogyha más kérdéses rész nem volt. Hát egyelőre nem. Jó. Bocs, parasztosan. Bocs. Itt már rögtön be is kezdhetem? Jó. Megvettem. Rock and roll, bocs. Yeah!
jártam már fent, és jártam már lent, jártam már hátul, és jártam már bent. Ó, igen! Ó, igen! S mindenhol jó, de legjobb út közben. Hazafelé éppen jártam már kint, és jártam már vele, jártam már el, és jártam már meg. Ó, igen! Ó, igen! S mindenhol jó, de legjobb út közben. S mindenhol jó, de legjobb út közben. Hazafelé éppen, yeah! Hazafelé éppen. Jártam már itt, és voltam már fent, jártam már elől, de győzött a rend. Ó, igen! Ó, igen! S mindenhol jó, de legjobb út közben. S mindenhol jó, de legjobb... Mindenhol jó, de legjobb út közben. Hazafelé éppen, hazafelé éppen, hazafelé éppen. Hazaértünk, egy leaddel érünk haza. Tehát ez a poén, ez nem volt rajta a demon, hogy a legutolsó akkord egy E lead. Tehát wow. Egy E major 11 kereszt. E. Ja, bocs, kész. Le vagyunk hangolva, elnézést kérek. Dezső bácsi. Dezső lead. Meg van egy, amit küldtél felvétel, abban volt egy ilyen, hogy fölmentünk dúrosított második fokra, és aztán tengely domináns. Ez a kóda.
Tehát a kóda úgy néz ki, hogy a gitárszoló után megint jön az, ami a gitárszoló előtt van, hogy hazafelé éppen, hó, hazafelé éppen, yeah, hazafelé éppen, wow, hazafelé éppen. Semmi baj. Tehát jó, na menjünk, hogy félsz. Bocsánat, Éva. És akkor esetleg uniba itt lehetne az, hogy... Én meg megyek föl egy jog. Ezt összejátszunk? Az nagy terce vagy kis terce játszottad? Kis terce. Kis terce, nagy terce. Ja, igen, igen. Ja. Ezt nézzük meg a végét, egy pici gitárszólótól. Én nem azért, csak kevés még nekem fülbe a gítyó. Bocsánat. Nekem is egyébként tényleg egy kis kevés. Igen, mert amikor én váltok akkordot, akkor úgy tehát nem, mész utá, nem jössz ja. utánam, és igen. tudom, hogy van kagyló. És, tehát... Nézzük, próbáld, Tamás. Gitárszólótól nézzük, és akkor átmegyünk négy után, vagy nyolc után. Jó. Egy, két, há, két, két, há. Végig csak domináns szeptimek uralkodnak a nótában, ami az úton levés, tehát a valahova tartás. Az mindig megy valahova. És a végén hazaérkezel. De jó. Bedugod a zárba a kulcsot. De rossz. Én már csak ott fáztam, sok helyen fázok, de ahol elindult a gitárszóló már 6-8-adba, hogy az hol indul el, ugye az előző periódus végét? Úgy indul el, hogy amikor háromszor megismétlődik a... Felé éppen, yeah, az a felé éppen. Hazafelé éppen, hazafelé éppen.
értem. Ez fajn. Yeah. Yeah. Akkor kóda megvan. És... Láttam már elől, de győzött a rend. Ó, igen! Ó, igen! S innenhol jó, de legjobb út közben. S innenhol jó, de legjobb. S innenhol jó, de legjobb út közben. Hazafelé éppen. Éppen, oh, hazafelé, éppen, yeah, hazafelé, éppen. Itthon éppen. Laci bácsi, nekem is műsor volt. Után megbeszélj. Nekem is volt hibám ilyen szólóba. Hát, jó. Hát én most sajnos a szólóba eléggé 52-es változatot tolom, de az a legjobb. Nincs itt a csöves erősítőm, és nem tudok megfogni egy hangot, ami hát ütemeken átívelt. Ami tart. De így is kell tudni. Pláne, hogy most átvettem a diplomámat, két hete, képzeljétek el. Azt a mindenit. Gratulálok. Nyelvvizsga hiány miatt nem volt meg, de márciusban egy kormánybejelentés hatására azonnal megtanultam. Egy perc. Én ugyanígy voltam ezzel, tehát eddig nekem ez így előnyösen és zajlott. Én is. És te is. Akkor ez egy diplomás... Diplomás zenekar. Diplomás zenekar. Különböző életkorú, egy időben diplomázó ember. És senki nem tud angolul, tudod. Én azért tudom. Hogy Szabi? Nem, semmi. Viszont mindenki kiválóan játszik. Nem csak a saját hangszer, én tudom, hogy többen máshol is. És Brüsszelből is néztek minket. Yeah! Na. Állítsuk meg őket. Az a szomorú helyzet volt, hogy egy pillanatra elment az egész adás, úgyhogy ezt a közben volt egy kis technikai problémánk, de... Semmi baj, biztos ott voltak a rossz hangok. Reméljük. Lehet, hogy ott, igen. Gerencsér Károly azt üzeni nektek, hogy köszönöm a tanítást. Nekem sajnos kicsit gyors az összhangzattan, és próbálom követni, de hallgatni is fantasztikus. Abszolút élő, nem csak a neve. Ezt üzeni. És azt én... Abszolút élő, az azt jelenti, hogy össze-vissza játszunk. Tehát... Veszprémből is volt valaki, aki nézte, csak hogy ne adja ki senkit. Veszprémben 84-ben volt Faxni koncert például. Azt a mindenit. Meg 87-ben is. Tanítványaidok nézik, és üdvözlőtöket küldik. Mi is nagyon nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit. Szabó Kálmán tanár úr, meg a többiek. Kálmi bácsi. Ezeket a húrokat Szabó Kálmán boltjába vásároltam. Ez itt a reklám. Fogva fog ez a Kálmának kerülni.
És egyébként megkérdeztük a nézőket, hogy meghallgatnák-e a műsor további részében még a plusz időben egy számot, és azt, mindenki azt írta, hogy folytassuk és csináljuk, úgyhogy nyugodtan szabad az út, és játszatok el a másik számot is újra. Van még idő? Teljesen. Egy dolgot hadd mondjak el, hogy a mai adás az egy pályázati projektből valósult meg, de a Velencei tónál nagyon lelkes kultúra rajongó vállalkozók is vannak. Úgyhogy szeretnék ezúton megköszönni a támogatásukat, és az egyik a József Pizza, aki az ételt biztosítja a művészek számára, a Csokorino bio öko csoki gyár manufaktúra, ami szintén Agárdon működik, igen, csoki kóstolót ajánlott fel, és nagyon rendben is van a csokoládé, úgyhogy a Csóbor pincészet borait val szeretnénk benneteket már megajándékozni még a műsor után, aki még nem kapta meg, annak majd átadjuk. A szerencsésebbek már birtokba vehették a borukat, és ez is egy helyi borászat, és nagyon szépen köszönjük azt, hogy támogatják az Egyesületet ezekkel a dolgokkal. És a Phonic Chat workshopok tovább fognak folytatódni, úgyhogy kapcsolódjatok be, és iratkozzatok fel a Phonic Chat csatornára a YouTube-on, hogy tudjatok minket követni. És mindig, nekünk ez nagy missziónk, hogy élőzenét vigyünk online az otthonokba, és hát olyan kuriózumokat, mint ez a mai este is. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy eljöttetek. És hát a Tamásnak még azért mondanék egy szót, hogy a... Mi köszönjük a lehetőséget, és jobbulást, gyógyulást kívánunk Landávidéknek. Igen, ezúton is az eredeti felállásban Landávid és Kanizsa Gina jöttek volna, és valószínűleg majd fognak is jönni, és bepótoljuk ezt az alkalmat, de betegség miatt sajnos nem tudtak addig ma részt venni. Addig, mi leszünk betegek. Szóval, hogy három szó azért eszembe jutott rólad, most ez a három szó, hogy hit, hitelesség és hiány. Tehát, hogy valamiért ez a három, ezt el akartam mondani neked, hogy annyira sajnálom, hogy például van ez a Mohain lemez, fönn a YouTube-on 20-valahányan látták, és egyszerűen tényleg annyira zseniális, és tényleg a zenét egy ilyen kifejezési keretként értelmező művészember vagy te. És most nagyon örülök neki, hogy ennyien nézik, meg valószínűleg egy csomóan meg fogják nézni még utólag is ezt. Úgyhogy én nagyon, nagyon remélem, hogy ezeket így újjá tudjuk éleszteni, ezeket a legendás előadókat, és dalszerzőket, és zenészeket, akik ti vagytok. És tényleg nekem ez egy nagyon nagy élmény személyesen is, úgyhogy köszi szépen, hogy eljöttél, és hogy elhoztad a kis krúdat is. Srácok hoztak el engem, és én köszönöm nekik is, és nektek is a meghívást, a lehetőséget. Hát azért annál többen hallgatták, vagy hallgatják, mert az az egy feltétel ennyi. Már, hogy igen, igen. De vannak más stikába felrakott. Jó, mindegy. Hát erre a válaszom az, hogy... Játszottság nélkül nincs lemezeladás, tehát a rádiók már hosszú évek óta valami miatt diszkrimináció alá vontak, vannak sejtéseim, de azokhoz, akik szeretik, azokhoz mindig eljutott, és azok annyi szeretetet meg lelkesedést adnak vissza, vagy beszélnek erről pozitívan, hogy végül is csak a gázszámla kisfizetésnél lenne jobb, hogyha több ember részt volna, de leszarom, szabad ilyen. A gázszámlát még le tudom kakilni, de... Jó, akkor hallgassuk meg még egyszer ezt. Mellettem, mögöttem egy 87-ből. Attila, és most egy picit meg lehet, hogy vissza kéne a gityóba, ha húzhatom ebben az időt meg. A fülemből, hát kifelé semmiképpen nem.
szóljon, mint az állat. Dobszolóval. Landolt a ház előtt, arra gondoltam, hogy felszállhatnék. Talán, ha közelebb lépnél, az egészből többet értenél. Thank you.
számolom már régen, nem számolom már régen, számolom már régen, nem számolom már régen, nem számolom már régen, nem számolom már régen. Sajnos ugyanabban a sorrendben kell levetkőzni, hogy én is csináltam. Szolvai Péter kérdezi, hogy Kuli tartozomány órá. Egyelőre még módszázadi módszerek vannak, tehát el kell jönni a fővárostól távolabb eső. És hát most ez járvány idején, ez lehet, hogy de van, akik bátrak és eljönnek. Bogádi Bokor Ákos, basszus, úgy nyomom itthonról a háttérvokált. Rákoséknak van egy bandájuk, és ők feldolgozták ezt a nótát. El is küldte nekem még évekkel ezelőtt, és hallhattam ezt, hogy a mellettem. Tehát egy Faxi számot, egy másik zenekar játszik, tehát ez tök jó. Gerencsér Károly pedig azt mondja, hogy elképesztő szóló, mint mindig. Karcsi bácsi, köszönöm. Szabó Kristóf, köszi a műsort, tök jó ötlet, az egész profi megvalósítás, kitartást a továbbiakban is. Hát köszönjük ezúton is a kommentet. Reményi Adrián Vanda, imádni való Faxni. Bogáti Bokor Ákos, nem azért, de azért. Tomi, nemzeti kincsünk. Szóval Péter, unikum. Bogáti Bokor Ákos. Bogáti Bokor Ákos, most még jobban hiányzik a győző. És egy ilyen szomorú. Emoly. Győzőre minden nap gondolunk, és pláne, hogyha játszunk egy számot, amit ő játszott először. De az zseniális dolog, hogy a Szabolcs ül itt. Más nem is ülhetne. Köszönöm. Gerencsér Károly, de azért is, sőt, akár csak azért is. Azt mondja, hogy Vörös Viktor, én a Double Bass-t várom nagyon, így élőben. Most kiment épp a kisgé. A Double Bass az az ő majd átadjuk formációja. És Szabó Kálmán tanár úr már megint, még mindig. Ferjési József, repülő dobütő. Bogáti Bokor Ákos, de jó, hogy emlékszel, Tomi. Mindenre emlékszem, sajnos. Hát, köszi szépen. A nézőknek is, kommentelőknek is. Köszönjük szépen. Folytatjuk. Oké.